A Kossuth-díjas Kútvölgyi Erzsébet kezét csókolom, jó reggelt kívánok, és a színház tulajdonos Balázs Zoltán rendező, jó reggelt, szervusz. 15 éve van színházad, ugye? Most már 16, igen. 16-dik? Igen, tényleg szezonban számolunk. Sosem érezted úgy, hogy saját magadnak ad egy gátat, egy fix keretet az, hogy neked ezt a színházat vinned kell, működtetned kell független színházként? Éreztem, amikor redukálódtak a lehetőségeink, akkor pontosan meg kellett fogalmaznom magamnak, hogy az, a körülmények, mondjuk most itt a térre gondolok, egy lakásról beszélünk, az milyen kihívások elé állíthat művészileg, és milyen problémák elé strukturálisan, tehát a fenntartása, a nézők számának a limitálása. Tehát ezek azért komoly feladatot róttak rám, ránk, a munkatársakra, hogy ezt folyamatosan életben tudjuk tartani, miközben az igényeink, vagy a nézők igényei, azok bőven túlnőtték már ezeket a körülményeket. Na most nem lakásszínház, ez most nagy terem, átrium. Igen. Azért ez így méltóbb keret tulajdonképpen. Mi az, hogy méltó? Már bocsánat. Hát most panaszkodott rá, hogy a lakás mérete, itt a lakás... Itt olyan színházat csinálunk, amilyet akar Egon. Ez igaz. Az asztalon. Ebben igaza van, csak nem tud mi elég ember bemenni. Mi az, hogy méltóbb, nagyobb tér, legyen ez fizikálisan nagyobb tér, nem méltóbb. Olyan előadások vannak, Egon, ott a Mikszáth Kálmán tér 2-ben, hogy kenet. 40 embernek, vagy 60-nak, mikor mennyinek, de fantasztikusak. Én ezt tudom. Jó, bocsánat. Művészileg ezt meg sem kérdőjelezem, de ugye itt arról beszélgetünk, hogy azért ez egy keret, amit megtölteni lehet, hogy művészileg könnyebb, mint fenntartani, mint működtetni 15 éven keresztül. Így elfogadhatóbb, ugye? Lenin beszélt, szóval Vladimir Iljics szólt. Na, beszéljük, jó, beszéljük. Az ő igazságom megkérdezhetett. Egyébként én azért mertem ezzel kezdeni, mert itt fültanúja voltam egy beszélgetésnek, ami arról szólt, hogy hogy megy tovább a próba folyamat a 20-ai premierig, ami az Átriumban lesz. Hogy lesz-e őszpróba vagy sem. És lesz-e őszpróba vagy sem. Lesz, és hát te mondtad, hogy hát nem szoktál, de hát most lesz, és Zsikeveg azt mondta, hogy az mi az, hogy nem szoktál. Hát igen, én először dolgozom az Olival, és nagyon régóta vágytam erre a munkára. És hát most tanulom a Zolit. Tehát én most jöttem rá arra, hogy ő nem szokott összpróbát tartani. Az kell a biztonsághoz? Kell ahhoz, hogy az ember tudja, hogy mi történik? Én úgy érzem, de ez már lehet, hogy korral jár. Mert elképzelhető főiskolám minden vizsgánk úgy jött össze, hogy a frász összerántotta. Tehát ott akkor az ember kapott egy olyan gyakorlatot a főiskola vizsgaelőadásai során, hogy tényleg csak a frász fércelte össze. Tudtuk a szöveget, tudtuk, hogy hova kell menni, de hogy mit játszunk, mint a tejbe esett legyek, úgy kovályogtunk néha. De Zoli, téged ez például, ez izgat benne? Nem, ez a fajta kihívás te... izgat benne, hogy majd... Hogyha nincs összpróba, akkor majd a nézőkedvek hogy bár összpróbázhatnék, nem összpróbázok, nem. Ez egy másfajta hozzáállás a színház csináláshoz, ami nem azt jelenti, hogy mondjuk egy meghívott vendég, vagy több meghívott vendég esetében, vagy a külföldi munkáim során én nem összpróbázok. Tudom, hogy ez ezzel jár, és összpróbázok, de a mozaik szerkezet, vagy a mozaik gondolkodás, ami azt jelenti, hogy részeiben már áll az előadás, ellenben egészében folyamatát tekintve kvázi az utolsó pillanatban egységesül, ami a színésznek, nézőnek, akár még nekem is ilyen szempontból meg nagyon izgalmas, hirtelen egy egészen friss elsőkörös élményt ad, és az semmivel nem pótolható. Tehát ameddig lehet, inkább úgy mondom, hogy kitolom, mert a közös élmény, az a találkozás, ami ott hirtelen egységesíti a játszókat és a nézőket, az egy különleges élmény. Ez és az nem biztos, éves. Hogy a piros betűs bemutató. Igen, lehet. Ez a 100 éves dadaizmusról szól ez a darab. Is. A Dada kabaré. De hát az is az izgi. Tehát a dadaizmussal ma mit lehet elmondani? A dadaizmus által mit lehet ma megmutatni? Hát gyakorlatilag mindent. Ők ugyanis mit vallottak magukról? Mindent tagadni, még a tagadást is tagadni. Az ellenállás nélkül, tehát felteszek egy kérdést, megkapom a választ, feldolgozom, és ellenállok. Még tovább kérdezek, még mélyebbre megyek. Most nem ez volt a Dada, de a
mai világban, hogyha valaki nem érdeklődik, valaki nem élvezettel kérdez, élvezettel várja a választ, nem figyel a másikra, akkor annak unalmas, rossz élete lesz. Ez a dadáról szóló előadás, ez egy elegye az eleven agyak és a tagadás, a kicsavart agy, amilyen a tüneményes Balázs Zoli kicsavart agya, a kabaré, a táncok, a dalok, az egymásba alig észrevehető módon összekapcsolható jelenetek, de össze lehet kapcsolni. Végül is összeáll az egész. Ez mind-mind ezt a kaotikus mát is mutatja. Ezt a nagy, kaotikus világot, amiben mi most élünk. Tehát én úgy gondolom, hogy nem annyira a dada, mint amennyire az előadásunk fog a mának szólni. A hatalomban megmártózott emberek elborultságát, és a többi, és a többi. Ezt így nem is ragoznám most tovább. Időnként azért... Én ugyanis Vladimir... Bocsánat, ütögettem a mikroportomat, elnézést kérek. Te kitélyesebb lesz a névhez. Kedves, én Vladimir Illicset játszom, Lényi nevtársat játszom benne, és ezek a határozott és körmondatok, ezek, amik most belőlem szólnak már valójában egy kicsit. Ez még a forradalom előtti Lenin, a 100 évvel ezelőtti Lenin, vagy már a forradalmat megnyert hős? Előtte 16. Fázisaiban. Pontosak vagyunk, 100 év, a 100 év. 100, igen, 1916, igen. Zürich. Ez egy pontosan megírt darab. Úgy is játszátok? Vagy hát az eredeti szöveg és az eredeti elképzelése a szerzőnek az most kicsit másodlagos? Nem, a szerző maga, ugye Máté Visnékről beszélünk, aki egy román származású Franciaországban élő, tényleg világhírű szerző, és mindenhol jelen van a világon. Ő maga itt lesz a bemutatón, tehát mindig követi, utógondozza és figyeli az előadásait meg a darabjait. Ő maga egy olyan instrukciót ad az eredeti darab elején, hogy a rendező a saját dadaista elképzeléseit követve használhatja fel a jeleneteket. Rendes dadaista szerző. Nagyon rendes, tényleg nagyon. Egyrészt ismer engem, kettő ismeri a színházat, harmadrészt ő maga egy játékos, kedvű, huncut figura, akár Erzsébetre is gondolhatok, vagy a többi szereplőre, aki a darabban részt vesz, hiszen ez fogja egybe, ez a kíváncsiság, ez a játékos ambíció. Én csak annyit szerettem volna hozzátenni a dadaizmus kapcsán, hogy időnként egy-egy tüzet kell gyújtani, hogy a feleslegek, a szemét, a felhalmozott fölösleg az valahogy úgy lángra kapjon, és akkor újra lehessen tobzódni megint a mindenféle vágyban, izmusban, gondolatban, és hát leginkább ugye a kérdezés technikájában. Szóval azok, akik elfelejtenek kérdezni, előbb-utóbb elfelejtik a saját maguk játékos képzeletét, az asszociációs képességet, a gondolatnak a saját magát megsemmisítő jellegét, ami képes egy újabb gondolatot teremteni. Ilyen értelemben a dadaistáknak a legértékesebb elképzelése mondjuk számomra alkotóként, hogy a pillanat képes önmagát megsemmisítve egy újabb pillanatot ajánlani, ami a kreativitás, az alkotásnak a lényege. Tehát ez nagyon, nagyon aktuális és nagyon érvényes. A darabban viszont elhangzik, bocsánatot kérek, a darabban viszont elhangzik az az arcátlan pofátlanság, hogy a pillanatot, ezt a pillanatot eladom. Mert ez is egy alkotás. Kiad érte? Kiad érte? A legtöbbet kiadja érte? Vladimir Iljics Lenin ajánl a legtöbbet érte. Tehát, hogy hova jut el a dolog? Fantasztikus. Nagyon jó. Nagyon jó? Nagyon jó. Élvezi? Nagyon, nagyon. De hát itt ül mellettem ez az édes tündér. Úgyhogy persze, hogy élvezem, és a kollégáim is fantasztikusak, pontosak, precízek, tehetségesek. Csalogányok énekelnek, táncolnak, virulnak. Le vagyok maradva, de majd fölhozom magam csütörtökre. Ez nem igaz. Na, ez annyira rendben lévő volt, hogy itt most leírta, hogy mire számíthatnak a nézők, hogy legyen ez a végszó.
inkább a Zoli valami okosabb. Ez egy nagyon jó mondjuk el, hogy egy ragadozó, tehát azért ez egy ragadozó beszélt, mármint Kutvölgyi Erzsébet, aki bérszagra gyűlik, és ez egy fiatal alkotónak nagyon nagy boldogság. 20-án lehet találkozni ezzel az előadással először majd az Átrium. Hát egykori filmszínházban, ugye ma ez két külön szóban Irandó és főleg színház, a 100 éves Dada és Kútvölgyi Erzsébeték várják Önöket, majd a Dada kabaréval. Köszönöm szépen, hogy eljöttek. Köszönjük beszéltek szépen. Róla. Önöknek jó szórakozást az előadáshoz. Most pedig telefonálnak, mindjárt jön a Fórum, és Vajda Gergő várja majd a hívásokat. Lesznek neki is témái, meg várja Önöktől is. Este pedig találkozhatunk, lesz csat 21:40-kor, akkor meg én várom majd Önöket. Szép napot, viszontlátásra!